Mr. President. Elnök úr, hölgyeim és uraim, nem állt szándékomban idén idejönni. Az országom háborúban áll, az életéért harcol. De miután hallottam azokat a hazugságokat és rágalmakat, amelyeket a pódiumon felszólalók közül sokan hazámmal szemben hangoztattak, úgy döntöttem, hogy idejövök és helyre teszem a dolgokat. Úgy döntöttem, hogy azért jövök ide, hogy a népem nevében beszéljek. Azért, hogy a hazámért beszéljek, hogy az igazságért beszéljek. És itt az igazság, Izrael békére törekszik. Izrael vágyik a békére. Izrael békét kötött, és újra békét fog kötni. Mégis olyan kegyetlen ellenséggel állunk szemben, akik a megsemmisítésünkre törekednek, és meg kell védeni magunkat ellenük. Ezek a kegyetlen gyilkosok, ellenségeink nem csak minket akarnak elpusztítani, hanem a közös civilizációnkat is, és mindannyiunkat vissza akarnak téríteni a zsarnokság és a terror sötét korszakába. Amikor tavaly itt beszéltem, azt mondtam, hogy ugyanazzal az időtlen választással állunk szembe, amelyet Mózes több ezer évvel ezelőtt Izrael népe elé állított, amikor az ígéret földjére készültünk belépni. Mózes azt mondta nekünk, hogy a tetteink fogják meghatározni, hogy áldást vagy átkot hagyunk-e a jövő nemzedékekre. És ez az a választás, amellyel ma is szembenézünk. Irán szüntelen agressziójának átka, vagy az arabok és zsidók közötti történelmi megbékélés áldása. A beszédet követő napokban az áldás, amelyről beszéltem, még élesebbé vált. A Szaúd-Arábia és Izrael közötti normalizációs megállapodás közelebbinek tűnt, mint valaha. De aztán jött az október 7-i átok. Az Irán által támogatott Hamas terroristák ezrei törtek be Gázából Izraelbe, kis teherautókon és motorkerékpárokon, és elképzelhetetlen kegyetlenségeket követtek el. Kegyetlenül meggyilkoltak 1200 embert, megerőszakoltak és megcsonkítottak nőket, lefejeztek embereket, élve elégették a csecsemőket, egész családokat égettek el élve, csecsemőket, gyerekeket, szülőket, nagyszülőket a náci holokauszra emlékeztető jelenetekben. A Hamas 251 embert rabolt el tucatnyi különböző országból, és hurcolta őket a gázai börtönökbe. Izrael 154 tuszt hozott haza, köztük 117-et, akik élve tértek vissza. Biztosíthatom önöket, hogy nem nyugszunk, amíg a többi tuszt is haza nem hozzuk, és néhány családtagjuk ma itt van velünk. Arra kérem önöket, hogy álljanak föl. Velünk van Eli Stivi, akinek a fiát, Idánt elrabolták a Nova zenei fesztiválról. Ez volt a bűne, egy zenei fesztivál. És ezek a gyilkos szörnyetegek elvitték őt. Kobi Shameran, akinek a fiát, Jonatánt meggyilkolták, és a holttestét a tömlőcökbe, a gázai terroralgutakba vitték. A holttestet tartották túszként fogva. Salem Altrash, akinek bátyját Mohamedot, egy bátor arab-izraeli katonát meggyilkoltak. Az ő holttestét is Gázába vitték. Ahogy Ifat Haiman lányának, Inbárnak a holttestét is, akit ugyanezen a zenei fesztiválon brutálisan meggyilkoltak. Velünk van Sharon Sharabi, akinek a testvérét Yossit meggyilkolták, és aki idősebb testvéréért, Eliért imádkozik, akit még mindig túszként tartanak fogva Gázában. És velünk van Yizhar Lifshitz is, a Niz-Or kibucból, egy olyan kibucból, amelyet a terroristák kiirtottak.
Szerencsére elértük, hogy édesanyját, Jochevedet szabadon engedték, de édesapja Oded még mindig a Hamasz föld alatti terrorista poklában sínylődik. Ismét megígérem önöknek, hogy haza fogjuk juttatni szeretteiket. Nem fogjuk kímélni ezt az erőfeszítést, míg ez a szent küldetés be nem teljesül. Ladies and gentlemen, the curse of October 7th began when Hamas invaded Israel from Gaza. Hölgyeim és uraim, az október 7-i átok akkor kezdődött, amikor a Hamas megszállta Izraelt a gázai övezetből, de ezzel még nem ért véget. Izrael hamarosan további 6 háborús fronton volt kénytelen védekezni, amelyeket Irán szervezett. Október 8-án a Hezbollah Libanonból támadt ránk. Azóta több mint 8000 rakétát lőttek ki városainkra, civiljeinkre, gyermekeinkre. 2 héttel később az Irán által támogatott jemeni huszik drónokat és rakétákat lőttek ki Izraelre. Az elsőt a 250 ilyen támadás közül beleértve a tegnapi Tel Avivra irányuló támadást is. Irán síita miliciái Szíriában és Irakban szintén több tucatszor vették célba Izraelt az elmúlt évben. Az Irán által táplált palesztin terroristák Judeában és Szamariában számos támadást követtek el, ott és Izrael szerte. Tavaly áprilisban pedig Irán először támadta meg közvetlenül Izraelt a saját területéről. 300 drónt, cirkáló rakétákat és ballisztikus rakétákat lőttek ki ránk. Van egy üzenetem a teheráni zsarnokoknak. Ha önök támadnak minket, mi is támadni fogunk önökre. Nincs olyan hely, nincs egyetlen olyan hely sem Iránban, amelyet Izrael hosszú karja ne érhetne el. És ez igaz az egész Közel-Keletre. Az izraeli katonák távolról sem voltak vágóhídra vezetett bárányok, hanem hihetetlen bátorsággal és hősies áldozatkészséggel küzdöttek. És van még egy üzenetem ehhez a gyűléshez és a világon kívülre is. Mégpedig az, hogy győzni fogunk. Ladies and gentlemen, as Israel defends itself against Iran in the Seven Front War, hölgyeim és uraim, ahogy Izrael védekezik Irán ellen ebben a 7 frontos háborúban, az áldás és az átok közötti határvonal nem is lehetne világosabb. Ezt a térképet tavaly mutattam be itt. Ez egy áldás térképe. Izrael és arab partnerei egy Ázsiát és Európát összekötő szárazföldi hidat képeznek. Az Indiai-óceán és a Földközi-tenger között ezen a hídon keresztül vasútvonalakat, energiavezetékeket és optikai kábeleket fogunk lefektetni. Ez közel 2 milliárd ember javát fogja szolgálni. Most nézzük meg ezt a második térképet. Ez egy átok térképe. Ez a térkép a terror ívét mutatja, amelyet Irán hozott létre és kényszerített ki az Indiai-óceántól a földközi tengerig. Irán rossz indulatú íve lezárta a nemzetközi víziutakat is. Elvágja a kereskedelmet, belülről rombolja a nemzeteket, és millióknak okoz nyomorúságot. Az egyik oldalon egy fényes áldás, a remény jövője. Másrészt a kétségbeesés sötét jövője. És ha azt hiszik, hogy ez a sötét térkép csak átok Izrael számára, akkor gondolják ezt át újra. Mert Irán agressziója, ha nem fékezzük meg, veszélybe sodorja a Közel-Kelet minden egyes országát, és sok-sok országot a világ többi részén, mert Irán a radikalizmusát a Közel-Keleten túlra is rá akarja erőltetni. Ezért finanszírozza a terror hálózatokat 5 kontinensen. Ezért épít ballisztikus rakétákat nukleáris robbanófejekhez, hogy az egész világot fenyegesse. Túl sokáig volt a világ megbékélve Iránnal. Szemet hunyt a belső elnyomása felett. Szemet hunyt a külső agressziója felett.
Nos, ennek a megbékélésnek véget kell vetni, és ennek a megbékélésnek most kell véget vetni. A világ nemzeteinek támogatniuk kell Irán bátor népét, amely meg akar szabadulni ettől a gonosz rezsimtől. A felelős kormányoknak nem csak támogatniuk kellene Izraelt abban, hogy visszaszorítsa Irán agresszióját, hanem csatlakozniuk kellene Izraelhez. Csatlakozniuk kellene Izraelhez, hogy megállítsák Irán nukleáris fegyverprogramját. Ebben a testületben és a biztonsági tanácsban néhány hónapon belül tanácskozásra kerül sor. Felszólítom a biztonsági tanácsot, hogy utasítsa vissza az Irán elleni szankciókat, mert mindnyájunknak mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy Irán soha ne jusson atomfegyverekhez. Évtizedek óta figyelmeztetem a világot Irán nukleáris programjára. Intézkedéseink talán egy évtizeddel késleltették ezt a programot, de nem állítottuk meg. Késleltettük, de nem állítottuk le. Irán pedig most arra törekszik, hogy fegyverré tegye nukleáris programját. Az önök országainak békéje és biztonsága érdekében kell lesz megtenni. Az egész világ békéje és biztonsága érdekében nem engedhetjük, hogy ez megtörténjen. És biztosíthatom önöket arról, hogy Izrael mindent megtesz annak érdekében, hogy ez ne történjen meg. Tehát, hölgyeim és uraim, az előttünk álló kérdés egyszerű. Melyik lesz az a két térkép, amelyet megmutattam önöknek, amelyik ezek közül a jövőnket fogja alakítani? A béke és a jólét áldása lesz-e ez Izrael, arab partnereink és a világ többi része számára? Vagy ez lesz az az átok, amelyben Irán és megbízottai vérengzést és káoszt terjesztenek mindenütt? Izrael már meghozta a döntését. Úgy döntöttünk, hogy az áldást előlegezzük meg. Partnerséget építünk a béke érdekében arab szomszédainkkal, miközben harcolunk a terror erői ellen, amelyek ezt a békét fenyegetik. Közel egy éve az izraeli hadsereg bátor katonái szisztematikusan, folyamatosan szétzúzzák a Hamas terror hadseregét, amely egykor a gázai övezetet uralta. Október 7-én, az Izraelbe való betörés napján ez a terror hadsereg közel 40 ezer terroristát számlált. Több mint 15 ezer rakétával volt felfegyverezve, 350 mérföldnyi terror alagútja volt, egy föld alatti hálózat, amely nagyobb, mint a New Yorki metró hálózat, amelyet arra használtak, hogy pusztítást végezzenek a föld alatt és felett. Egy évvel később az IDF megölte vagy elfogta a terroristák több mint felét, megsemmisítette rakéta arzenáljuk több mint 90%-át. És felszámolta a terror alagút hálózatuk kulcsfontosságú szegmenseit. Mérséget katonai műveletek során megsemmisítettük a Hamas szinte valamennyi terror zászlóalját, 23-at a 24 zászlóalból. És most, hogy a győzelmünket teljessé tegyük, a Hamas megmaradt harci képességeinek a felszámolására összpontosítunk. Elvégezzük a terroristák magasrangú parancsnokainak a felszámolását és likvidálását, megsemmisítjük a megmaradt terrorista infrastruktúrát. De mindeközben továbbra is szent küldetésünkre összpontosítunk. A túszok hazahozatalára is nem állunk le, amíg ez a küldetés be nem fejeződik. Nos, hölgyeim és uraim! Még a Hamas jelentősen csökkent katonai képességei ellenére is, a terroristák továbbra is gyakorolnak némi kormányzati hatalmat Gázában azáltal, hogy ellopják az élelmiszereket, amelyeket a segélyszervezetek a számukra lehetővé tesznek, hogy Gázába jussanak. A Hamas ellopja az élelmiszert, majd felemeli az árakat. Megetetik ezzel saját magukat, majd megtöltik a kasszájukat azzal a pénzzel, amit a saját népüktől zsarolnak ki. Az ellopott élelmiszer túlzó áron adják el, így maradnak hatalmon. Nos, ennek is véget kell vetni, és mi azon dolgozunk, hogy ennek véget vessünk. Az ok egyszerű. Mert ha a Hamas hatalmon marad, akkor újra csoportosul, újra felfegyverkezik, és újra, és újra, és újra megtámadja Izraelt, ahogyan azt már megfogadta.
Tehát a Hamasznak mennie kell. Képzeljük csak el, hogy azok, akik azt mondják, hogy a Hamasznak maradnia kell, egy háború utáni Gáza részének kell lenniük, képzeljük csak el, hogy a második világháború utáni helyzetben, 1945-ben a legyőzött náciknak megengedték volna, hogy újraépítsék Németországot. Ez elképzelhetetlen, ez nevetséges. Akkor sem történt meg, és most sem fog megtörténni. Ezért Izrael elutasítja a Hamas bármilyen szerepét a háború utáni Gázában. Nem törekszünk Gáza újratelepítésére. Amire mi törekszünk, az egy demilitarizált és deradikalizálódott Gáza. Csak így tudjuk biztosítani azt, hogy a harcok mostani fordulója egyben az utolsó legyen. Készek vagyunk együttműködni a regionális és más partnerekkel, hogy támogassuk a békés együttélés mellett elkötelezett helyi polgári közigazgatást a gázai övezetben. Ami a túszokat illeti, van egy üzenetem a Hamas fogvatartóinak. Engedjék el őket, minnyájukat. A ma még élőket élve kell visszaadni, és azoknak a maradványait, akiket brutálisan megöltek, vissza kell adni a családjuknak. Azok a családok, akik ma itt vannak velünk, és mások is Izraelben, megérdemlik ezt, hogy szeretteiknek nyughelyet biztosítsanak. Egy hely, ahol gyászolhatnak, és emlékezhetnek rájuk. Hölgyeim és uraim, ez a háború most véget érhet. Mindössze annyit kell tennünk, hogy a Hamas megadja magát, leteszi a fegyvert, és szabadon engedi az összes túsz. De ha ezt nem teszik, akkor addig fogunk harcolni, amíg el nem érjük a győzelmet, a teljes győzelmet. Ezt nem lehet helyettesíteni. Izraelnek Libanonban is le kell győznie a Hezbollahot. A Hezbollah a világ mai terrorszervezetének a quintesszenciája. Csápjai minden kontinensen átívelnek. Több amerikait és több franciát gyilkoltak meg, mint bármely más csoport Bin Laden kivételével. Meggyilkolták számos ebben a teremben képviselt ország állampolgárai, és az elmúlt 20 évben kegyetlenül megtámadták Izraelt is. Tavaly, teljesen indokolatlanul, egy nappal a Hamas október 7-i mészárlása után a Hezbollah támadásokat indított Izrael ellen, ami miatt több mint 60 ezer izraeli kényszerült elhagyni otthonát északi határunkon, és váltak menekülté a saját földjükön. A Hezbollah Izrael északi részén élettel teli városokat változtatott szellemvárosokká. Szeretném, hogyha ezt az amerikai viszonylatban is átgondolnák. Képzeljék el, ha a terroristák El Pazot és San Diego-t szellemvárossá változtatnák. Kérdezzék meg csak maguktól, meddig tűrni ezt az amerikai kormány? Egy napig? Egy hétig? Egy hónapig? Kétlem, hogy akár egyetlen napig is eltűrnék ezt. Izrael mégis közel egy éve tűri ezt a tűrhetetlen helyzetet. Most azért jöttem ma ide, hogy azt mondjam, elég volt. Nem nyugszunk, amíg polgáraink biztonságban nem térhetnek vissza otthonaikba. Nem fogadjuk el, hogy egy terror hadsereg álljon északi határunkon, amely képes lenne újabb október 7-i mészárlást elkövetni. A Hezbollah 18 éven át szemérmetlenül megtagadta az ENSZ biztonsági tanácsának 17-01-es számú határozatát, amely elírja, hogy vonja vissza erőit határainkról. Ehelyett a Hezbollah egész a határainkig vonult. Titokban terror alagutakat ástak, hogy beszivárogjanak közösségeinkbe, és válogatás nélkül rakéták ezreit lőtték ki városainkra és falvainkra. Ezeket a rakétákat nem katonai objektumokból lövik ki, azt is megteszik, hanem azután lövik ki ezeket a rakétákat, hogy iskolákban, kórházakban, lakóházakban és a libanoni polgárok magánlakásaiban helyezik el őket. Veszélyeztetik a saját népüket.
Szinte minden konyhába rakétát tesznek. Egy rakéta ott van minden garázsban. A héten azt mondtam a libanoniaknak, irány kifelé ebből a halálos csapdából, amelybe a Hezbollah sodorta önöket. Ne hagyják, hogy Nasrallah a szakadékba ráncsa Libanont. Mi nem állunk háborúban önökkel. A Hezbollah ellen állunk háborúban, amely eltérítette az önök országát, és azzal fenyeget, hogy elpusztít minket. Amíg a Hezbollah a háború útját választja, addig Izraelnek nincs választása. És Izraelnek minden joga megvan ahhoz, hogy megszüntesse ezt a fenyegetést, és polgárait biztonságban hazavigye, és pontosan ezt is tesszük. Ezen a héten az IDF megsemmisítette a Hezbollah rakétáinak nagy százalékát, amelyeket 3 évtizeden át Irán finanszírozásával építettek. Olyan magasrangú katonai parancsnokokat likvidáltunk, akik nem csak izraeli, hanem amerikai és francia vért is ontottak. Aztán kivettük Nasrallah helyettesét és a helyettesítőik helyettesítőit is, és addig folytatjuk a Hezbollah felszámolását, amíg minden célunkat el nem érjük. Hölgyeim és uraim, elkötelezettek vagyunk a terrorizmus átkának megszüntetése mellett, amely minden civilizált társadalmat fenyeget. De ahhoz, hogy valóban megvalósítsuk az új Közel-Kelet áldását, folytatnunk kell azt az utat, amelyet 4 évvel ezelőtt az ábrahámi megállapodásokkal öveztünk ki. És mindenekelőtt ez azt jelenti, hogy történelmi béke megállapodást kell kötnünk Izrael és Szaúd-Arábia között. És látva azokat az áldásokat, amelyeket az Ábrahám egyezménnyel már elhoztunk, az izraeliek milliói, akik már oda-vissza repültek az arab félszigeten keresztül Szaúd-Arábia egén keresztül az öbölországokba, a kereskedelem, a turizmus, a közös vállalkozások, a béke. Nos, mondom önöknek, milyen áldásokat hozni egy ilyen béke Szaúd-Arábiával? What blessing such a peace with Saudi Arabia would bring. Ez két országunk biztonságának és gazdaságának is jót tenne. Az egész régióban fellendíteni a kereskedelmet és a turizmust. Segítene a Közel-Keletet globális óriássá alakítani. Ez a két ország együtt működhetne az energia, a víz, a mezőgazdaság, a mesterséges intelligencia és sok-sok más területen. Egy ilyen béke, ebben biztos vagyok, igazi, sarkalatos pontja lenne a történelemnek. Történelmi megbékélést hozna az arab világ és Izrael, iszlám és a zsidóság, Mekka és Jeruzsálem között. Míg Izrael elkötelezett egy ilyen béke megvalósítása mellett, addig Irán és terrorista megbízottai elkötelezettek a béke meghiúsítása mellett. Ezért az egyik legjobb módja Irán aljas terveinek meghiúsítására a béke megvalósítása. Egy ilyen béke még szélesebb ábrahámi szövetség alapja lehetne, és ez a szövetség magában foglalná az Egyesült Államokat, Izrael jelenlegi arab békepartnereit, Szaúd-Arábiát és másokat, akik a béke áldásait választják. A Közel-Kelet biztonságát és jólétét növelné, és hatalmas előnyökkel járna a világ többi része számára. Amerikai támogatással és vezetéssel ez az elképzelés szerintem sokkal hamarabb megvalósulhat, mint azt az emberek gondolnák. És mint Izrael miniszterelnöke, minden tőlem telhetőt meg fogok tenni ennek megvalósítása érdekében. Ez egy olyan lehetőség, amit mi és a világ sem hagyhatunk ki. Hölgyeim és uraim, Izrael meghozta a döntését. Arra törekszünk, hogy a jólét és a béke fényes korszaka felé haladjunk. Irán és megbízottai szintén meghozták döntésüket. Ők vissza akarnak térni a terror és a háború sötét korszakába. És most lenne egy kérdésem, és ezt a kérdést fel is teszem önöknek. Milyen döntést fognak hozni? A nemzetek Izrael mellé állnak-e? A demokrácia és a béke mellé állnak-e? Vagy Irán mellé állnak egy brutális diktatúra mellé, amely leigázza saját népét és terrorizmust exportál a világ minden tájára?
A jó és a rossz közötti harcban nem lehet kétértelműség. Ha Izrael mellett állunk, akkor a saját értékeinket és érdekeinket képviseljük. Igen, megvédjük magunkat, de megvédjük önöket is egy közös ellenséggel szemben, amely erőszakkal és terrorral igyekszik elpusztítani életmódunkat. Nem szabadna tehát félreértésnek lenni ezzel kapcsolatban. De sajnos sok országban, és itt ebben a teremben is sok ilyen van, ahogy ezt az imént hallottam. A jót gonosznak, a gonoszt pedig jónak ábrázolják. És ezt az erkölcsi zavart látjuk akkor, amikor Izraelt tévesen népirtással vádolják, amikor megvédjük magunkat az ellenük népirtást elkövetni próbáló ellenséggel szemben. És ezt látjuk akkor is, amikor Izraelt a Nemzetközi Büntetőbíróság ügyésze abszurd módon azzal vádolja, hogy szándékosan éjeszteti a palesztinokat Gázában. Micsoda abszurditás. 700 ezer tonna élelmiszert segítettünk Gázába jutni. Ez több mint 3000 kalóriát jelent naponta minden egyes gázai férfi, nő és gyermek számára. Ezt az erkölcsi zavart akkor látjuk, amikor Izraelt hamisan azzal vádolják, hogy szándékosan civileket támad. Nem akarjuk, hogy egyetlen ártatlan ember is meghalljon. Ez mind tragédia. És ezért teszünk olyan sokat azért, hogy minimalizáljuk a civil áldozatok számát, még akkor is, ha ellenségeink a civileket emberi pajsként használják. És egyetlen hadsereg sem tette azt, amit Izrael tesz a civil áldozatok minimalizálása érdekében. Mi szórólapokat dobunk le, szöveges üzeneteket küldünk. Millió számra telefonálunk, hogy biztosítsuk, hogy a palesztin civilek ne kerüljenek veszélybe. Nem kimeljük erőfeszítéseinket ebben a nemes törekvésben. Újabb, mély erkölcsi zűrzavart látunk, amikor az önmagukat progresszívnek nevező emberek Izrael demokráciája ellen vonulnak. Nem veszik észre, hogy az Irán által támogatott gerillákat támogatják Teheránban és Gázában, azokat a gerillákat, akik tüntetőket lőttek le, nőket gyilkolnak meg, mert nem fedik el hajukat, melegeket akasztanak fel nyilvános tereken. Az amerikai nemzeti hírszerzés igazgatója szerint Irán finanszírozza az Izrael elleni tüntetők nagy részét. Ki tudja, talán a tüntetők közül néhányan, vagy akár sokan, a mostani tüntetők közül is ott vannak az épület előtt. Hölgyeim és uraim! Salamon király, aki 3000 évvel ezelőtt örök fővárosunkban, Jeruzsálemben uralkodott, olyasmit hirdetett, ami mindnyájunk számára ismerős. Ezt mondta, nincs semmi új a nap alatt. Nos, az űrutazás, a kvantumfizika és a mesterséges intelligencia korában egyesek szerint ez vitatható kijelentés. Egy dolog azonban tagadhatatlan. Az Egyesült Nemzetek Szervezetében határozottan nincs semmi újdonság. Higgyék el nekem, először 1984-ben beszéltem erről a pódiumról Izrael ENSZ nagyköveteként. Ez pontosan 40 évvel ezelőtt volt. És az első beszédemben egy olyan javaslat ellen szólaltam fel, amely Izrael kizárását javasolta ebből a testületből. 4 évtizeddel később ugyanezzel a képtelen javaslattal szemben kell megvédenem Izraelt. És ezúttal kivezeti a támadást? Nem a Hamasz, hanem Mahmoud Abbas, a palesztin hatóság elnöke. Ez az az ember, aki azt állítja, hogy békét akar Izraellel, de még mindig nem hajlandó elítélni az október 7-i szörnyű mészárlást. Még mindig 100 milliókat fizet azoknak a terroristáknak, akik izraelieket és amerikaiakat gyilkolnak meg. Ennek a módszernek a neve Pay for Slay. Minél többet gyilkolsz, annál többet kapsz érte. És még mindig szakadatlan diplomáciai háborút folytat Izrael létjogosultsága és Izrael önvédelemhez való joga ellen. És egyébként ezek ugyanazt jelentik, mert ha nem tudjuk megvédeni magunkat, akkor nem is tudunk létezni. A mi szomszédságunkban legalábbis biztosan nem, de talán az önökében sem. 40 évvel ezelőtt ezen a pódiumon állva azt mondtam annak a felháborító határozat támogatóinak, hogy utasítsák ki, akik ki akarták utasítani Izraelt. Uraim, hagyják a fanatizmusukat az ajtónál.
Ma azt mondom Abbas elnök úrnak és mindazoknak, akik szégyenletes módon támogatják ezt a határozatot. Hagyják kint a fanatizmusukat az ajtó előtt. Az egyetlen zsidó állam kiemelése továbbra is erkölcsi szégyen foltja az Egyesült Nemzetek Szervezetének. Ez egykor tisztelt intézmény mindenütt megvetendővé tette a tisztességes emberek szemében saját magát. De a palesztinok számára az ENSZ sötét hazai pályának számít. Tudják, hogy ebben az antiszemitizmussal teli mocsárban automatikusan többségben vannak azok, akik bármiért hajlandók démonizálni a zsidó államot. Ebben az Izrael ellenes, laposföldű társadalomban bármilyen hamis vád, bármilyen szokatlan állítás többséget tud szerezni. Az elmúlt évtizedben több határozatot fogadtak el Izrael ellen ebben a teremben, az ENSZ közgyűlésében, mint az egész világ ellen együttvéve. Valójában több mint kétszer annyit. 2014 óta ez a testület 174 alkalommal ítélte el Izraelt. A világ összes többi országát 73 alkalommal ítélték el. Ez több mint 100 plusz elítélést jelent a zsidó állammal szemben. Micsoda képmutatás ez? Micsoda kettős mérce? Micsoda vicc? Tehát a ma elhangzott beszédek, az Izraellel szembeni ellenséges magatartás idén nem Gázáról szól, hanem Izraelről. Mindig is Izraelről szólt, Izrael puszta létezéséről. És azt mondom önöknek, hogy amíg a zsidó államot nem kezelik úgy, mint más nemzeteket, amíg ezt az antiszemita mocsarat le nem csapolják, addig az ENSZ, a tisztességes gondolkodású emberek mindenhol csak egy lenézhető bohózatnak fogják tekinteni. És az ENSZ-ben tapasztalható antiszemitizmus miatt senkit nem lephet meg az, hogy az ENSZ egyik társult szervezetének, a Nemzetközi Büntetőbíróságnak az ügyésze azt fontolgatja, hogy letartóztatási parancsot ad ki ellenem és Izrael védelmi miniszter ellen, akik a demokratikus Izrael állam demokratikusan megválasztott vezetői vagyunk. A Nemzetközi Büntetőbíróság ügyészének elhamarkodott ítélkezését, azt, hogy nem hajlandó Izraelt és független bíróságait úgy kezelni, ahogyan más demokráciákat kezelnek, nehéz mással magyarázni, mint szintiszta antiszemitizmussal. Hölgyeim és uraim, az igazi háborús bűnösök nem Izraelben vannak, hanem Iránban, Gázában, Szíriában, Libanonban, Jemenben. Azok, akik ezekkel a háborús bűnösökkel állnak, azok, akik a gonosz mellett állnak a jóval szemben, azok, akik ezt teszik, szégyeljék magukat. De van egy üzenetem az önök számára. Izrael meg fogja nyerni ezt a csatát. Meg fogjuk nyerni ezt a csatát, mert nincs más választásunk. Nemzedékek után, amikor népünket lemészárolták, könyörtelenül lemészárolták, és senki sem emelte fel a kis ujját sem a védelmünkre, most van egy államunk, most van egy bátor hadseregünk, egy páratlanul bátor hadsereg, és megvédjük magunkat. Ahogy Sámuel könyve mondja a Bibliában, Izrael erőssége soha nem inog meg. A zsidó nép ókori, epikus utazása során, a modern idők viharain és zűrzavarain keresztül vezető Odüsszeánkban ez az ősi ígéret mindig is betartásra került, és ez az ígéret minden időkre igaz lesz. Egy nagy költő kifejezését kölcsönözve, Izrael nem fog nyugodtan elmenni abba a jó éjszakába, soha nem kell majd dühöngenünk a fény kialvása ellen, mert Izrael fáklyája örökké fényesen fog ragyogni. Izrael népének és Izrael katonáinak azt mondom, legyetek erősek és bátrak. Izrael népe most és holnap
és örökké élni fog. Izrael népe élni fog, most és holnap és örökké. Köszönöm, hogy meghallgattam. Thank you.